A Közösségi és Kulturális Központban folytatódott a Fehér Szövetség közélet és közművelődési előadás sorozata. Az est vendége a sokoldalú polihisztoríró, újságíró, grafikus Bánó Attila volt. Érdemes kitüntetéssel rendelkező emberként, újságíróként, íróként, grafikusként bizonyította nem csak a származását, hanem az élete pályájának, életre valóságának minőségét is. És hát március 15-e előestéjén kit, ha nem őt hívtunk volna meg erre az 590. hétvezérestére. Közeledik a 600., és hát én úgy gondolom, hogy ezen a színvonalon haladunk tovább. Bánó Attila előadásának nem titkolt szándéka a március 15-i ünnepnap előestéjén, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve megerősítést adjon a jelen és a jövő nemzedékének. Nagyon nagy szükség van azokra a gondolatokra, azokra az eszmékre, amelyek a 48-49-es szabadságharcból erednek, és amelyek ma is egyre inkább fontosak, mert hiszen a hazafiság, a hazafias gondolatok, az a fajta elkötelezettség, amely bennünket a hazánkhoz köt, az hihetetlenül fontos, és egyre jobban felértékelődik. Az előadásban Bánó Attila kitért az orosz-ukrán háború történéseire, és kijelentette, hazánk egyik jövőbeni célja, hogy képes legyen minden körülmények között megvédeni magát, amihez nem csak technikai, hanem szellemi fejlesztésre is szükség van.